Igaz szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és megtiszteltétek az alkalmat. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy én nem akartam írni semmit, de aztán mégis írtam valamit, és úgy gondoltam, hogy ez talán még közhasznú is lehet. De magamról nem nagyon fogok többet mondani, mert nem szeretnék. Ennek a bemutatónak az az apropója, hogy a szülővárosomban, Dabason szellemi és egyéb segítséget is kaptam hozzá. És ez indított el végül is, hogy többek között ez is indított el, hogy a könyv végül is megszülessen. Szeretném tisztelettel köszönteni a jelenlévőket, Kondor Katit, nagyon régi rádiós munkatársamat, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió RT volt elnökét. Szeretném köszönteni Gárdai Gábor urat, a Magyar Állami Operaház Bartók Pásztori díjas magánénekesét, jó barátomat. Szeretném tisztelettel köszönteni, aki ugyancsak elfogadta meghívásunkat, és mindketten közreműködni fognak majd. Laskó Péter urat, aki ugye, mint emlékeznek, immáron kétszeres Kossuth díjas, de egyszer úgy gondolta, hogy bizonyos embernekkel nem lehet kezet fogni a Kossuth díj átadásakor, helyette inkább egy tisztességes magyarokhoz szóló levelet ír, hogy kik azok, akik neki Kossuth díjat akarnak adni, és az eseménytől távol maradt. És tavaly természetesen megkapta a Kossuth díjat. Köszöntöm tisztelettel Tarnóczy Balázs urat, aki a grafikus művész és a könyvemet tervezte. Ebben a könyvben van néhány utalás, ha áttételesen is, hanem nem biztos, hogy kiírva a dátumot, de több utalás is van 1956-ra, dicsőséges, gyönyörű forradalmunkra. Ezért hát azt gondoltam, hogy két barátomat ide hívom. Az egyik, akit mondani fogok, a rendszer esküdt ellensége, rendes magyar ember tehát. A Rákosi rendszerben lehúzott 3,5 évet társadalom ellenességért, és 56-os tevékenységért pedig úgy húzott le 10 évet, hogy még az utolsó napot is kitöltették vele. Vanek Béla urat mutatom be. Bemutatom utoljára, de nem utolsó sorban, természetesen az 56-os Magyarok Világszövetségének ügyvezető elnökét, Trencsényi László urat. És 1056-os szervezetnek és Vanek Béla úrnak is köszönve a könyv megjelenéséhez nyújtott támogatást, ami a könyvben egyébként föl van tüntetve. Megkérem Katit, hogy mondja el a gondolatait a könyvről. Ő volt olyan szíves és elfogadta ezt, végig rágta magát rajta, és most el fogja mondani, hogy mit tapasztalt. Igen, mikor azt mondtad, hogy nem akartál sokáig írni, csak segítséget kaptál hozzá, hát az újságírók tényleg úgy vannak, hogy könyvek többnyire nem akarnak írni, mert amikor éppen aktív időszakukat élik, akkor annyi dolguk van, hogy erre nincs idő. És aztán, amikor Laci megkért arra, hogy méltassam a könyvet, azt hittem akkor, hogy beszélgetni fogunk róla, de ezt nem akarta, mert feladatot adott, hogy én méltassam a könyvet. Akkor, amikor kézbe vettem, egyébként nagyon szépen megtervezett Balázsnak, még egyszer köszönjük, akkor meglepődtem, hogy ilyen kis rövid, mert az újságírók általában szószátjárok,
és hosszú könyveket írnak, hogyha már arra vetemednek, hogy könyvet írjanak. Minden esetre a könyvnek Murányi Laci trükkös címet adott. Sors kiáltó, és ha valaki ugye kézbe veszi, gondolom sokan kézbe fogják venni, akkor látják, hogy az R betű el van feketítve, tehát kiugrik, hogy SOS kiáltó. Tehát ez a segélyhívó három betű, amit már úttörő korunkban megtanultuk, hogy azt jelenti, hogy segíts, ó, segíts. Ez egy kiáltás. Ebből a rövid írásból egyértelműen kiderül, hogy sorsunk segítségért kiált, mégpedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a sorsunk egyszerűen átverésen alakul, és ez az átverés 1990-re mutat vissza. Persze a magyar sorsban az évszázadok folyamán számtalan átverés, félrevezetés történt, de gondoltam, hogy ennek a könyvnek a kapcsán, hiszen leginkább hogy erről az utóbbi 23 esztendőről szólt, maradjunk inkább a saját nemzedékünk élettörténeténél. Azt hiszem, jó néhányan elmondhatjuk, hogy amióta élünk, mindig azt hallottuk, hogy holnap majd jobb lesz. Dalok, írásművek, politikai beszédek ígérték ezt, és súlykolták belénk minden nap, és persze nem lett jobb. Pedig holnapra megforgattuk a világot, csak ettől sem lett jobb. Felforgatás lett belőle. Néha tűrtük, néha nem tűrtük, de az a lényeg sajnos, hogy mindig mi húztuk a rövidebbet. És most, és lényegében semmikor, egyáltalán nem az anyagiakra gondolok elsősorban, nem, hanem a mindent elborító hazugságra, hazugság hullámra, amely mérgezi a lelket, szomorúvá teszi az ember, és kiábrándultá, mert senki sem szereti, hogyha ostobának nézik, az újságíró sem. Különösen, ha abban kell csalódnia, amit nagyon várt. Nos, Murányi László sokunkkal egyetemben nagyon várta az úgynevezett rendszerváltozást, ma így ír erről már, mint a könyvben. Az 1990-es úgynevezett rendszerváltók elárultak mind, határon belül és kívül is, idegenekkel, szecska népekkel összejátszva, hiteinket megtaposva. Ám mi 1100 év után itt a gyönyörű földön, Európa legszebb medencéjében nem lehetünk sem szórvány, sem cselédnép. Eddig az idézet, és bizony nem csak Murányi László kiált, figyelmeztet és ad le SOS jelzéseket az utóbbi két évtizedben, hanem mások is, mert nem erre számítottunk. Naívság volt? Igen. Vagy egy klasszikust idézek, na és? Attól még fáj. Minden esetre valamiféle elbutulás jellemzi a világot, nem elegendő létszámú azok tábora, akik észreveszik, hogy folyvást becsapják őket. Ebben a kis könyvecskében több példa is van erre, hadd idézzek egyet, valószínű nem veszem el a kenyerét Blaskó Péternek, de az se baj, az ismétlés, mint tudjuk, a tudás anyja, úgyhogy ha kétszer hallják, az se olyan nagyon baj. Nos, az egyik ilyen, hogy úgy mondjam, átverés, az szinte a napjainkban történt, így szól az írás. 2012-ben, egy február eleji napon egyszer csak azt mondta valaki, eddig jártak a magyar utasszállító gépek, de 66 év után holnaptól egy sem száll fel. Mindenki menjen haza, pénz nincs. Lebigyeztett szájjal, megtört pillantással lehet csodálkozni, ám a baj nem itt van. Nemzetvédő ösztöneinket úgy veszítettük el az elmúlt kommunista évtizedek alatt, mintha sosem lett volna. Pedig volt. Ennek alapján hát azokat kellene felsorakoztatni, akik csak az elmúlt 20 évben óta édes magyar rendszerváltást adták, vették, alkalmilag milliárdokkal támogatták, meg kiárulták, újra dobra verték, lenullázták, meg ismét felpumpálták a magyar légitársaságot. Eközben úgy tömték tele a zsebüket, hogy még fiaik, lányaik, unokáik is sokat lássanak belőle. A leállításkor is majdnem 100 milliárdos adósságról sem tudni, hogy milyen zsebedben van. Pedig az elkövetők itt sétálnak közöttünk. Azok sem látják meg őket, akiknek kellene. Ők a bűnrészesek. A Malév tehát az egyik állatorvosi ló, de sok ilyen van még. A könyv sok aforizmát, ahogyan a szerző fogalmaz, köznapi epigrammát tartalmaz Magyarországért. Epigrammát, aforizmát az ír, aki élete javát már megélte, hiszen a tanulságokat levonni csak a tapasztalt, sokat látott és sok mindent átgondolt elme képes. Két szép gondolatot hadd idézzek a könyvből, hozzátéve, hogy az egyiket azért választottam,
mert az én kedvencem is így szól. Uram, kérlek, hogy ne csak mint féreg hulljak el, de halálom élet legyen, a hozzád híveké és édes hazámé. Talán sokan rá is ismertek ez Zrínyitós imájának részlete. Talán még háromszor újraolvasva és alig érteni el mondat mélységét egy mai érettségiző korú, ez már Laci véleménye, irgalmaz neki és nekünk. A másik ilyen kis aforizma, illetve nagyon rövidre kis gondolat, 1990 tavaszának legforróbb perceiben érdemes volt élni. Röpítő volt, mint 56. október 23-ája. Ma ezt hallod, 1990 óta türelem. Nem erről volt szó. Ezt írt fel a házfalakra. És még annyit tennék hozzá, hogy ugye nyilvánvaló, aki a pályafutását végig kísérte, az pontosan tudja, hogy ő sokat megélt, már csak azért is, mert az egyik, hát leginkább úgy nevezném, hogy elaknásított terepen a sajtó területén munkálkodott, ott töltötte élete nagy részét. És ebből a lövész árokból bizony több mindent meglát az ember. Olyasmiket is, amiről persze nem hagyják beszélni, nem hagyják nyomozni. Ilyen a Malék példa is, de van ezernyi, ennél cifrább is. És ha valaki azt mondja, no de van sajtószabadság nálunk, hogy nem hagyják nyomozni, meg írni valamiről, annak azt mondom, nincs, és nem is lesz soha. Ha csak most felidézem azt a esemény, amiről mostanában éppen egy per kapcsán ugye nagyon sokan szólnak és az újságok írnak, akkor megkérdezem, hogy 2006 őszének a szabadsága milyen volt? A hazugság szabadsága. Az tényleg szabadon áramlott. Miként példaként vehetjük a devizahitelesek ügyét is. Itt is lassan bontakozik ki az igazság, miként a hazai és a világ egyes történelmi eseményeivel kapcsolatban is, és sok az áldozat, feleslegesen. Persze az igazságkeresők, újságírók, történészek, írók, pszichológusok, civil emberek akkor járnak jó úton, hogyha receptet is adnak a változáshoz, amit mindnyáján állítunk, magyarán reményt adnak. Ebben a kis könyvben, a Sorskiáltóban benne van a kilátó is. Ezt a szójátékot már én találtam ki, lehetne akár Sorskiáltó vagy esélyes kilátó, és Sorskilátó is a címe, mármint a sorsé, az, hogy azt magyarázná el ez a kilátó cím, hogy azért mi is alkalmazkodhatunk az élethez, és mi is alakíthatjuk a sorsunkat. Csak hogy ehhez az alakításhoz bátorság is kell, vagy kellene, az nem vitás, és talán úgy tűnik, hogy az elmúlt 23 esztendőben bátorságból, mintha nem lett volna elegendő. Kellene tükörben nézni, és először magunkon változtatni, amit tudom én is, hogy nem könnyű dolog. A Sorskiáltóban vannak finom tanácsok erre nézést, érti, aki akarja. Én meg egy aprócska receptet, ha úgy tetszik, gyógymódot idézek a könyvből. Mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy ami ebben az idézetben van, az sokunknak a fájdalma. Így szól. Az országos hírű kórház üvegfalú várójában csak nem 30-an üldögélünk, csak nem 2 órának kell eltelnie, amíg kiki megkapja a vizsgálatának eredményét. Egyetlen kézben sincs semmilyen olvasnivaló. Mindenki az üvegfalon túli havaskertet nézi. Fentről le, lentről fel, és azután újra meg újra a semmit nézik. Dögunalom. Elszállt idő. Márai Sándor nem csak legnagyobb íróink egyike a 20. században, de a legnagyobb olvasó is. Ezt írja élete felén. Úgy kell olvasni, mintha a síralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, csak az ember olvas. Csak az ember olvas. Jó olvasást kívánok Önöknek, sőt gyönyörűségest. És köszönöm, hogy meghallgattak, és vegyék kezükbe majd a Sorskiáltót. Köszönöm. Ha megengeditek, szólnék még valamit, mert tulajdonképpen ez a könyv az elsőnek valamiféle folytatás, az elsőnek az volt a címe, kevesebben ismerik sokkal, hogy Áruláskor. Ez volt a címe, kötőjellel volt. Ugyancsak Tarnóczy Balázs zseniális tervezésében és könyvborítójával.
És egy kicsit folytatása ez annak, és ezt úgy gondoltam ma reggel, hogy ezt itt elmondom, mert úgy kapkodunk a levegőbe, nyúkálunk egymás után, egymásért, egymás kezéért, segítségért, barátságért, mint a fuldokló a levegőért, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hova kellene visszamenni. Én találtam egy dátumot, és elmondom, és mindenki egyet fog érteni vele. 1992. december 17-e. Parlamenti tudósítóként sok-sok évet töltöttem el a házban, a T-házban, de erre a napra magam is emlékszem, de jó ezt visszapörgetni, hogy mi is történt akkor. 92. december 17-én szavazta meg a T-ház, a két nemzeti párt, három úgynevezett nemzeti párt, a magzatvédő törvényt. Nem, a szabad gyilkolászás törvényét szavazták meg 1992. december 17-én. 73%-os többséggel megszavazták a jelenlévők, 105 képviselőnek nem volt érkezése ahhoz, hogy ott legyen ezen a fontos eseményen. Valószínűnek tartom, hogy már akkor sürgős volt, és talán a nagyságasszonynak kellett megvásárolni a karácsonyi ajándékot. Ha ehhez hozzászámítjuk, onnan már eltelt 20 év, és még hozzászámítjuk a kádári 57-től a diktatúrát, akkor a kádári 57-től mind a mai napig 7 millió magyarról beszélünk. 7 millió életről beszélünk, ami ma Magyarországon hiányzik. És mivel a testis lappangási ideje 20 év, pontosan látjuk, hogy a pest is kitört, mert 10 millió alá mentünk, és szépen megyünk lefelé, öngyilkos módon, külső segítség nélkül, törvényes úton. És erre a helyre, ami itt megül, erre a helyre jönnek nem vendégek, a hivatlanok. Én pedig úgy vagyok vele, hogyha a házamba valaki bejön kérdezés nélkül, azt én kiutasítom, vagy megkérdezem legalábbis, hogy mit akar itt. Magyarországon ez sajnos nem működik, mert özönlik be mindenféle csámpás arra a földre, amit mi teremtettünk meg itt magunknak 1000 éve. A vendégnek csak vendégjog jár. Ha még csak nem is vendég, és nem is barát, akkor úgy kell vele bánni, mint az ellenséggel. Ez az egésznek, ennek az egész gondolatcsornak a kiinduló alapja, mert úgy hiszem, hogy ne féljünk azért a nagy szavaktól. Szépen, lassan, végveszélyben van az ország. És amikor majd föl fogunk ébredni, vagy föl fog ébredni a nálam fiatalabb generáció, akkor valóban látni fogja, hogy már 2013. szeptember 20-án is végveszélyhez közeli állapotban voltunk. Csak ennyit szerettem volna még hozzá elmondani. És most megkérném Gárdai Gábor barátomat, hogy egy nagyon idevaló verset hozott erre az estére. Murányi László sok mindenben hasonlít Erdélyi Józsefhez. Erdélyi József fegyvertelen. Fegyvertelen világhódító. Kilátott. Fegyvertelen hódítom meg a világot. Felindulok örök béke harcosaként felé.
urrá vívok minden szegényt. Én ellenem, ki vagyok lelki mesztelen, én ellenem hasztalan, minden küzdelem. Az alázat lobogó rongya testemen, az alázat az én vitézlő fegyverem. Fegyvertelen világhódító, ki látott? Fegyvertelen hódítom meg a világot. Tényleg, ahogy Pati mondta, egy imakönyv. Igen. Nem én mondtam. De elgondolkodtató, hogy ha őszül az ember haja, akkor már tud ilyeneket mondani, bölcsebb lesz. És tényleg ez az SOS kilátó, ez nagyszerű és kitűnő. Murányi Laci bejelölt nekem itt egy pár gondolatot, amit föl kéne olvasnom, ha megtalálom a szemüvegemet, mert fénybe az ember tud olvasni, sötétbe csak brát. Most én itt tartok, de azért mondom. Csak a közöny ne volna ez a láthatatlan járvány. Megközelíteni sem lehet. Sugárzó, kemény, arctalan több. Egyéniség. De sátáni. Ez talán itt idézve is lett a gondolat. Nagyszerű. A fiú sportársa harcos, tehetséges. A kamaszkor közepén jár. Asztal vendégünk egy napon. Fején a ferdén megfordított mici sapka. Így viselve valami amerikai híresség találta ki, hogy értelmetlen legyen. Ellenzője a vállát simogatja, mikor belép. Készfogás. Sapka maradt. Beért megyünk, ott is maradt. Vacsora asztalhoz ülnénk, de itt már finom tapintattal szólnom kell, hogy valami nincsen rendjén. Kényszeredett lassúsággal leveszi. Szemében nincs zavar vagy bocsánatkérés féle. Nem tudja. Nem tudja. Miről van szó? Megsajnál. Szolzsenyicin Iván Gyenyikovics egy napja részlet. A menekülésnél mindig a fürgébb lábú tetű kerül elsőként a fésű fogai közé. Neki valóban hihetünk. Értsék ezt a mondatot jól. Úgy legyen. Ehhez milliómnyi vagy könyvtárnyi szó is kevés. Élet. Meg se próbáld leírni. A legeket se keresd hozzá, hiába. De tudd, hogy van alternatívája. Hal. Erről évszázadok ezreik óta Csehov sirály, egy szóval sem tudunk többet, csak ezt az egyetlen egyet. Hal. Az életben nincs fontosabb az életnél, és komolyabb a halál. Már szikrázik a márciusi napsütés,
Még nem meleg, de déltájban már ígéri a nyarat. Minden mennyiségben meleg és nyárpárti vagyok. De föl-följő belőlem, ott lent hideg lesz és sötét. És örökre. Ezt fel tudod-e fogni egyáltalán? És mit válaszolsz rá? Ne lőd odébb, legalább magadnak mondj, hazudj valamit, vállald! Nézz szembe vele. Némaságod a legnagyobb tehetetlenség. Én azt mondom, az embernek ki jár, de méltatlan. És ha hitünk nem volna, szépség, tisztaság, igazság, lekacagott szavak, adi sora. Mit írna ma a disznófejű nagyurakra például? Az út vége felé haladva egy kicsit majd szégyen is lesz meg. Miért van ez? Vagy épp fényben öltözünk? De ez sem lehet igaz, mert ezt is csak mondják, itt-ott, de nem tudjuk. Akkor hát... Minden percben születik, áramlik, nő, és elmúlik valami, és mi semmi. Nem látunk ezt szakadatlan változásból. Szinte mozdulatlanok maradunk. Napot, hetet, hónapot, évszakot, hideget, meleget, nappalt és éjszakát élünk. Céllal, feladattal, beteljesüléssel kerüljünk-e földi pályán. Többre vágyhatsz. De mit akarsz még? Jutalmat? Ne akarsz. Igazság, értelem, szépség, ezekre a fogalmakra néz. Mert ahol veszendőben vannak, abban a családban, országban, világban, idegen hazád játékosok ütöttek tanyát. És már csak egyet, és még egyet. Igen, még lehet feladatom, hogy lássak, figyelmeztessek, vádoljak. A többi a fiaim dolga. Semmilyen árulásban nem lehet belemenni. A szó, a szó. Összecsengnek az emberek mostanában. Ha végig gondoljuk a magyar történelmet ebbe a csonkított kis országunkban, vagy a nagy, szép Kárpát-medencében, csak pillanatok voltak talán, amikor ez az ország szabad volt. Nagy Lajos, ugyan imádja. És gondoljanak arra, hogy az összes Árpád-házi király nem természetes halállal halt meg. Beatrice, ugyani Mátyás kedvese, egy nápolyi régi recepttel mérgezett tűzével ölte meg. Miért? Én, mint operaénekes, itt két főiskolára jártam, Zenakadémiára és a Színház és Művészet Főiskolára. És már az ember fehér hajjal egyre kevesebbet énekel, de még énekelek az operaházban ebben a szezonban is. 6 előadásom van. Tehát valamit kell csinálni. Verset írni. Festeni. Pingálni.
szobrot készíteni. És ez a 2013-as sors kiáltó, a Lacinál ugyanígy, mint nálam, ő egy könyvvel, én egy szoborral készültem. Önök vizuálisan meg fogják érteni. Egy 40x40-es, 8 centi vastag travertino fehér kő a posztanás. Egy anonim férfi fej le van öntve üvegből nyakkal. A posztamens közepén egy szürke, vöröses gránit gyertya van, középre téve. A gyertya lángja egy 18. századi magyar huszár mente gomb, amilyen csavart. És ez a láng, a gyertya lángja. A gyertyára az üveg férfi fej, mint egy herma rá van téve. A gyertya lángja pont az üvegfej, férfi fej agyánál lüktet. És rá van írva egy vers, vagy egy epigramma, ami így szól. Isten, gyújtsál világot minden magyar fejében, hogy drága hazánk, soha, de soha többé ne legyen idegenek cselédje. Kérem Baskó Péter művész urat, hogy néhány dolgot még a könyvből olvasson fel önöknek. Közös megegyezés alapján. Templomból kijövő emberek arcait figyelem. A nyugalmat keresem rajtuk, a megbékélést, de nem találom. Sok-sok évtized gyalázata, meglopottsága nem engedi kisimulni az odavésődött vonalakat. A magyar arcot sokszor felismertem az utcai ember forgatagban Londonban, mondta ott élő bátyám vagy 30 éve előtt. Hát persze, levert forradalmak, vesztett háborúk, Habsburg századok, a kommunizmus gyalázata, s tám még a mohácsi csatamező hősvértől pirosult gyászterének szomorúsága is vasalatlanul rajta ül arcaikon. Villámszerűen cikázik az agyam, akármivel is foglalkozom. Nem tudok másra gondolni, mint hogy elfutott az életem. Nehezen akarom hinni. Sehogy nem akarom. Szinte menekülök előle, de nem tudok hova. Felvillanó gyermek és iskolás képek száguldoznak az első munkahelyig, 18 évesen a kényszerű, talpraállító fővárosi számkivezetettségig, majd az évtizedek a rádióban és a televízióban. Már teljesen valószerűtlen minden, a hihetetlenség halmaza, de mégis én vagyok a főszereplő. És mindez, mintha éppen tegnap lett volna. Netán csak álmodtam. Ki érti ezt? Tudatosan jól őrzök valamit, vagy az egészet dobjam el? Nem. Ez utóbbit nem lehet. Segítség kellene. A multik, a pénz terpeszkedő szekta világa, gátlástalan világ. Az egyik azt kiáltja az óriás plakátról, hogy 49 forintért ad egyetlen semmi kis pogácsát. A sátáni pénzforgatók megérettek a kárhozatra. Ám segítségre az szorul igazán, aki ebben a dörömbölő zsipvásárban csak egyet is a kezébe vesz. Emberek, számoljatok! A szemetek láttára rabolnak ki. Beszélgetések közben olykor érzem a kimondatlan vádat, hősködni akarok. Nem volt ilyen vágyam soha, még kisgyerekkoromban sem. Márait idézem,
már-már végig kell korbácsolni az országot, cselekvésre késztetve a tikkadságot. Hát ez az. Tán ennek a sürgetése lenne a bősködés. Petőfi. Számomra Kiskörösi számára a költő. Az elszabadult csikó. Neve egyértelmű a magyarságban. Délszláv apa, szlovák anya, ám életében egy sort sem jött le ezeken a nyelveken. Szenvedély, ugrás és küzdelem, kiáltva igazmondó, szárnyal, mint a szó a végtelen pusztán. A világirodalom egyetlen poétája sem múlta felül. A segesvári vérmezői 600 valahány verset írt Pozsonytól Sopronon, Pápán, Kiskunfélegyházán át Debrecenig. Mikor? Nem tudjuk. Isten küldte próféta. Hány ezer gyönyörűséges sor folyt volna ki rohanó tolla alól, tám még szekéren is írva, ha megéri a költői öregkort. Aranyért például. Ha valaki egyszer arra kér, mondj azonnal egy magyar költőt, ezt vár ki, Petőfi. Más nem is jöhet a számra. A zsidók úgy zsidók, hogy előléptették magukat. Márai Sándor. Ezzel a fogalmazással kellene kezdeni valamit. Hol itt a kijárat? Pedig meg kell találni. 1990 tavaszának legforróbb perceiben érdemes volt élni. Röpítő volt, mint 56. október 23-ája. Ma ezt hallod 1990 óta, türelem. Nem erről volt szó. Ezt írt fel a házfalakra. A mindig bosszúban gondolkodó ember, nép, fogalomtárából hiányzik ez a szó, bűn. A haláloság legutolsó percében felbűzlik, kitöre belőlük valami. Ezt valóban jó lenne tudni. Minden gyors siker, mint a képernyő a szemed elétől, csak a látszat parádéja. A bukszák ünnepe. Erejüket megfeszítve tombolnak felettünk a honig nemzetellenes erők. Tudnál-e még asszony gyereket kimenteni égőházból? Ha tudsz, tedd. Ha nem, úgy állj félre, hogy jó erők léphessenek lábad nyomába. Életünk esetleges veszélybe kerülése sem okozhat, oldozhat fel bennünket az alól a felelősség alól, hogy második nürnbergi perként mi magyarok itt a Kárpát-medencében kezdjük el felmorzsolni azt a rabló hatalmat, amely régen várt szabadságunk küszöbétől, 1990-től érintetlen maradt, és idegenekkel, szecskanépekkel összejátszva hazátlanok cselédeivé akart tenni bennünket. Bűnük soha el nem évülő bűncselekmény, hiszen külföldieket kiszolgálva az 1100 éve magyar nemzetet, az emberiség egy részét akarják megsemmisíteni. Lásd még 2004. december 5-e. Hazaárulók tehát. Ne féljünk a szavaktól. Büntető törvénykönyv 144. paragrafus első második bekezdés. Nem csak jogos, de jogerős, végleges ítéletet akarunk. És közzétenni az igazságot. Hogyan lehet igazat írni anélkül, hogy megírnánk az igazat? Arthur Köszönöm. Író filozófus. A dőjfel szembeni alázatosság maga a méltóság. Ezt a dőjfös sosem éri meg. Próbálkozik, de magára marad vele. És elkezd szerepet játszani a megszerzéséért. Ez már számomra méltó. Ne nézd a cipőd orrát, vagy ne pusmogj, mikor itt-ott, amott az igazság kimondását várják tőled. Éppen a te véleményedet. Valljál szint. Ezzel sokan gazdagodhatnak, még akkor is, ha nem értenek veled egyet.
Manapság alig hallod már e szót, édesanyám, s ha mégis, szinte felkapod rá a fejed. Az egyik legszebb szavunk megy ki a használatból. Jobbára ez üti meg a füled, muter, mutti, anyám, vagy a jól neveltek egymás közt az öreg lány. József Attila hazáját is édesnek írta. Édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad. Ha ma élne, ha ma írná, liberálisok kiközösítenék. Mi az, hogy édes hazám? Micsoda kirekesztő nacionalizmus? Mi az, hogy hűséges fia? Ó, édes hazám, tényleg, micsoda idők! A modern étkezés sok száz ötletét, félrevezetését hallottuk az elmúlt évtizedekben, és ugyanezeknek az ellenkezőjét. Elérkeztünk a végállomásig is a világháló egyik tanácsadó lapján. Így szólnak. A kenyér lassan ölő méreg. E mondatot csak maga a sátán találhatta ki. Nekünk, add meg Uram, mindennapi kenyerünket. Nekik meg, kik ezt terjesztik, bocsásd meg vétkeiket. Elég az utcai koldulásból, aki nem dolgozik, az csak egy darabig élhet a segélyünkön, ezt mondta a kanadai kormány az oda menekülő cigányok ezreinek. Egy idő után ingyenes betegellátást sem kapnak, vége, fel is út, le is út. E világ probléma ennél súlyosabb. Nagy erővel szaporodik a gyú anyag, s nincs ember fia, aki meg tudná mondani, hogy mikor, miért következik be az explózió. Amikor majd a fegyverek is megszólalnak, és mindenki megrázkódik, mint a megkötözött sársan. Mert az az idő, az valami nagyon mélyen, fajon, emberségen, erkölcsön, igazságosságon, méltányosságon, kultúrán kívüli valami lesz. De mi? Az igazi válasszal még nem hadonázhatunk a levegőben. Fog maradni valaki leírni e vad fekete időket a világnak? Petőfi Sándor Szörnyű idő. A költő utolsó verse Mezőberényben. Innen ment Segesvárra, Ben Józsefhez. A brüsszeli politikai plázákban hatalmas jövedelmekért nyújtózkodó semmittevők újra azt üzenik, hogy csak a náci bűnök, csak azok az igaziak. A többi elpusztított több tízmillió nem fér az agyukba. A világbolsevizmus és a gulág sem téma. Egyszer elszakad a madzag. Valahol egyszer valakik nem fogják forgatni az emészthetetlent, miszerint van egy emberpusztító bűn, amely felette áll a többinek. Egy hamis hangú dalárdában évtizedeken át beintésre kornyikálni. Ez már régen bántja százmillió fülét. Az már végesen rossz állapot, ha az arcokra a remény és a kitartás fénye helyett a közöny a félelmet rajzolja rá. Az elmúlt két évtizedben a legszebb helyeken bombamódra nőttek ki a földből az úgynevezett lakóparkok. A név szépen hangzik, de nem igaz. Ők vonultak önként fegyveres portáik mögé. Be sem lehet csengetni hozzájuk csak úgy. Félnek. Kitől? Mitől? Erre is fény derül majd. Öngettók. A demokrácia a kommunizmus tagadásával kezdődik. Willy Brandt. Az alapbölcsességeket soha nem szabad kiegészíteni, legfeljebb még egyszer elolvasni. Köszönöm szépen, Péter! Itt szívesen látunk a pultnál. Kedves jelenlévők, ha valaki szeretne szólni, esetleg kérdezni, kiegészíteni, kérdést földobni. Szívesen várjuk. Van a véleményem, hogy én akkor lennék igazán boldog, hogyha ezt a könyvet én írtam volna.
Hát. De jó. Ez véletlenül nem így van. Hallgatlak, Zsolti, parancsolj. Fölvetetted a hozzánk látogató rendszerű barátságos népcsoport kérdését. Nagyon-nagyon okosan fölvetetted ezt. Tehát annyit szeretném hozzászerezni, hogy lételem ide, hogy a 19. századi reformországülésekben már téma volt ez egy kis népcsoport emancipációja. Nagyon helyes. Akkor már egész Európa túl volt ezen, felvilágosodás, stb. Mindenki tudja, miről beszélve, teljesen. Reformországgyűlésekkel nem sikerült, 48 elmosta a kérdést, és ő 67 is, Ötvös József és néhány más ismert arisztokat elérte, emancipálták ezt a népet. Remek, egy dolog maradt el, hogy nem csináltak ennek egy ilyen bevándorlási törvényt. Kérdezőben 1735-ben adat van róla, hogy kb. 11 ezeren ilyen nagyobb ember él a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy az általános szaporlat maximum 5%-os. 1910-ben 910 ezeren vannak itt nálunk vendégségben. És ez is helyes, semmi baj. Csak a fejünkre jönnek, és ezentől tőlük van. Mondanom lényege, hogy aláhozzam, hogy sajnos nem készült akkor bevándorlási törvény. Most pedig cserékként élünk a saját országunkban. Sajnos. Hallgatlak. Kapagyinéges Fejulán vagyok, Földie, a tudónak és tisztelője. Kicsit hangosabban légy szíves. Jó. Azt szeretném kérdezni, hogy megértettem a dolgokat. Egyet nem tudok, hogy gyakorlatilag ez az SOS kiállítás, mentsük meg lelkeinket, vagy pedig, hogy Katalin sokkal szebben meredül elmondta, kinek szól? Mert ahogy látom, az európai népeket nem érdekli az SOS kiállításunk. Sőt. A székhely autonómiát is elvetették. Miért is ne tették volna, hiszen Trianon európai hatalmak hozták létre. Nem áll érdekükben a felülvizsgálás. Kihez kiálltuk? Azt hiszem, hogy önmagunkhoz kell, és talán magunkból kell megújulni. Lehet, hogy nincs igaza. Kinek szántak az SOS? Köszönöm. Akkor kinek szólt? Akkor ez, hogy kinek szólt, akkor megpróbálok rá válaszolni és valami fogódzót is adni. Ha már kimondtad Erdélyt, akkor ebben a pillanatban a számba adtál egy olyan jelenséget, amiről fogalmam sem volt, hogy ma ezzel itt meg fogok jelenni, de ezt szeretném megosztani veletek. Mindenképpen. Két évvel ezelőtt voltam Székelyföldön egy templom ünnepségén, amelynek a 5 éves fennállását ünnepelte a helyi gyülekezet, egy gyönyörű Makovecz által terveiben helyben hagyott gyönyörűséges fatemplomról van szó, tehát mondom, az 5 éves fennállásokat ünnepelték. A Székelyföldről szerteszét mindenhonnan jöttek emberek, rengetegen voltak, csupa erősítő ember érkezett a helyszínre, számukra is érezhető módon erősítő emberek. Kórusverseny volt, 3 napig tartott a dolog, az ember fürdött a szellemi gazdagságban, semmit nem akarok eltúlozni, csak a végét szeretném önökkel megosztani, hogyha már eljöttek, vagy eljöttetek, és köszönöm szépen. Nekem van egy előadó este, amelyel járom az országot, és annak a vége a Vörösmarty vers. Na most a tiszteletes úr
a baróti tiszteletes ennek a három napnak a végén arra kért, hogy legyen szíves és befejezésül, mindennek a teljes befejezéséül mondja be a szózatot. Mondtam, hogy el fogom mondani, mert az előző napokon is mondtam verseket. És akkor az következett be, amire nem számítottam, egy kicsit nehezen tudom ma is elmondani. Azt mondtam, Vörös Varti Mihály szózat. És erre 400 ember úgy állt fel, mintha parancsot kaptak volna. Tíz másodpercig nem tudtam elkezdeni. Akkor engedjétek meg, hogy most ezzel fejezem be, Vörös Marti Mihály szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nemet egy ezredév csatolt. Itt küzdtelek honért, a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát, Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzete hazán, népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiállt, egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s a keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, s oly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átok súlyamat. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezerek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés felett egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantyával ezt akar, a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy meghallgattak.